haza minden előtt. A 2024-2025-ös tanévtől a Berecki is részt vesz a Kadét programban. A hatékony betegellátás érdekében mintegy 300 millió forintból korszerűsödhet a Bajai Szent Rókus Kórház diagnosztikai részlege. Pólósaink a medencében megkezdődött a felkészülés az SVSE csapatainál. Kedves nézőink, augusztus 24-én csütörtökön köszöntöm Önöket itt a Bajai Televízióban, kezdődik a híradó. Különleges dokumentumot írtak alá a Déli ASC Berecki Máté mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum és szakképző iskolában szerdán, amelynek keretében a 2024-25-ös tanévtől heti egy alkalommal a honvédelmi alapismeretek tantárgy keretein belül erősítenék a tanulók körében a hazaszeretet fontosságát. A Magyar Honvédség Honvéd Kadét programjában olyan intézmények vehetnek részt, amelyek többek között vállalják, hogy megállapodást kötnek a Magyar Honvédség egyik kijelölt szervezetével, valamint a Honvédelmi Sportszövetséggel. Az együttműködés kölcsönös. Az oktatási intézmények ennek köszönhetően szakmai támogatásban, pedagógus továbbképzési programban, valamint mentorálásban részesülhetnek. A Magyar Honvédség tevékenységének sokszínűségéről, a hazaszeretet és a nemzeti öntudat erősítésének fontosságáról beszélt Huszár Ferenc ezredes, a Magyar Honvédség 4. területvédelmi ezredének parancsnoka augusztus 23-án délután a Déli ASC Berecki Máté mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum és szakképzőiskolában. A Bajai intézményben tanuló diákok ugyanis egy új tantárgyal ismerkedhetnek majd meg a 2024-2025-ös tanévtől. Ennek kapcsán írták alá a megállapodást szerda délután a honvédség, valamint az intézmény képviselői. Ők egy olyan képzést választhatnak, ahol ösztöndíjat kapnak, ruhát kapnak, sportprogramokat kapnak. Ehhez tulajdonképpen heti egy órában honvédelmi alapismeretek nevezetű tantárgyat fognak tanulni. Az instruktorok segítik őket. Az iskolánkban két oktatónk is vállalta az instruktori képzést, ami 120 óra, amit a Honvédelmi Minisztérium biztosít az ő számukra. Az intézményvezető azt is elmondta, ennek keretében a diákok hasznosan tölthetik el szabadidejüket, sportolhatnak, illetve közösséget építhetnek. Éber Előd és Kis Zoltán szívesen vállalta a feladatot. Elhivatottságuk azt sugallja, hogy jó döntést hoztak az együttműködés elindításával, tette hozzá Koch Zsuzsanna. Kis Zoltán oktató híradónknak úgy nyilatkozott. A honvédelmi alapismeretek tantárgy lehetőséget biztosít a fiatalok hazafias nevelésére. Olyan lehetőséget biztosítunk nekik a képzéssel, a sportban való részvétellel, amivel hosszú távon meg tudjuk alapozni, hogy ezek a fiatalok is olyan teljesítményorientáltak legyenek, mint az elődeik, akik annak idején a sorkatonai szolgált alatt megkaptak olyan képzéseket, amikre ugye mivel nincsen már sorkatonai rendszer, nem nagyon van mód is lehetőség. Az eseményen Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője is részt vett, aki beszédében az oktatás, valamint az intézmény fejlődését is kiemelte. Fontos felidézni az alaptörvény egyik bekezdését, amely így szól, minden magyar állampolgár köteles a hazavédelmére. És hogyha ezt vizsgáljuk, akkor azt is hozzá kell tennünk, hogy a hazavédelme, illetve a hazaszeretetre való nevelés, az fontos a családokban is, hogy megtörténjen, de fontos az oktatási intézményekben. A találkozón Szél Péter alpolgármester is megosztotta gondolatait, aki elmondta, Baja iskolaváros, és középiskolái mindig igyekeztek alkalmazkodni azokhoz a tendenciákhoz, aktualitásokhoz és lehetőségekhez, amik segíthetnek a fiataloknak, hogy olyan életpályát találjanak, amelyre alapozhatnak. Hallottuk, hogy más intézmények is kerekjubileumokat fognak ünnepelni, és azok is azért az alapcél megőrzése mellett időnként vettek olyan profil módosítást, igazítást, amelyben egy lépéssel közelebb segítette őket ahhoz, hogy vonzó célokat jelölhessenek meg a diákok számára. Úgy érzem, hogy ez történt most ebben az intézményben is. Szél Péter hozzátette.
Reméli, hogy a megállapodás beváltja a hozzáfűzött reményeket, és népszerűsíti az intézményt. A fiatalok számára pedig értékes tapasztalatokat nyújt majd. Vagy a holnapban rejlő bizonyosság, az elmúlt napokra jellemző tartós kánikula, valamint a csapadékmentes időjárás miatt csütörtöktől ismét tűzgyújtási tilalom lépett életbe az ország több pontján, köztük Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Hajdú-Bihar vármegyékben. Hívja fel a figyelmet legfrissebb közleményében a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal. Mint írták, az elmúlt időszak száraz időjárása miatt az érintett vármegyékben fennáll a gyorsan terjedő felszíni, illetve koronatüzek kialakulásának kockázata, jelentős mértékű csapadék pedig hétvégéig nem várható. A NÉBIH ezért arra kéri a lakosságot, hogy ne dobják ki a cigarettacsikkeket a gépkocsikból, mert hamar meggyulladhat az útmenti növényzet, továbbá belterületen is érdemes elkerülni a nagy láng magasságú tüzek gyújtását, hiszen a füsttel felszálló égő zsarátnokok több száz méterre is képesek tüzet okozni. A korlátozás idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A tilalom alatt szintén nem szabad tüzet rakni a kijelölt, kiépített erdei tűzrakó helyeken sem. Tovább korszerűsödhet a Bajai Szent Rókus Kórház. Egy uniós pályázat keretében csaknem 300 millió forintból fejlesztik az intézmény diagnosztikai részlegét. A rendelkezésre álló összegből felújítják a járóbetegellátás helységeit, a vizsgálókat és az orvosi szobát, valamint modern képalkotó eszközöket is beszereznek, ezzel biztosítva a hatékony és pontos diagnózis felállítását. Az épületben zajló munkálatok várhatóan szeptember végéig tartanak majd. A diagnosztikai épület bejáratánál lévő kiírás arról tájékoztatja a belépőket, hogy a beteg előjegyzés ideiglenesen az új szárny földszintjére költözött. Néhány hete a laborvizsgálatra érkezőket is új helyszínen várják. Ennek oka, hogy az eddigi kezelőben munkálatok zajlanak. Augusztusban megkezdődött a Bajai Szent Rókus Kórház diagnosztikai épületének korszerűsítése. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló, közel 300 millió forintos beruházás jóvoltából megújul az izotóp diagnosztikai járóbeteg ellátás és a gasztroenterológiai rendelés. A fejlesztés a dolgozók munkáját és a betegellátást is nagyban segíti, tájékoztatott dr. Tóth Gábor, az intézmény főigazgató főorvosa. Az itt dolgozók munkáját úgy, hogy jobbak lesznek a munkakörülmények, és pontosabb műszereket kapnak, de itt alapvetően a betegellátás a fontos cél. Tudni kell azt, hogy az izotóp diagnosztika a Dél-Alföldön nagyon kevés helyen van. Ezek között az egyik a Bajai. Bács-Kiskun megyében, Kecskeméten kívül nincs más, csak Baján van. Ami azért nagyon fontos, mert az izotóp diagnosztikának a lába, amit csinál, az onkológiai ellátásban rettenetesen fontos. Tehát én azt gondolom, hogy fontos az, hogy ne kelljen 100 kilométert elutazni a betegeknek, ezeket a vizsgálatokat helyben meg tudjuk csinálni. A gasztroenterológia esetében pedig azért fontos, mert tudjuk, hogy nemzeti szűrési programban benne van a vastagbéldaganat, és mi igyekszünk ennek megfelelni. Az izotóp diagnosztikai ellátás változatlanul a kórház első emeletén kap majd helyet. Az épület korszerűsítését követően modern, pontos eredmény biztosító képalkotó berendezéseket is elhelyeznek az osztályon. A több tonnás műszerek beszerelését megelőzően azonban szükség van az alsó szint megerősítésére. Erre szolgálnak a vérvétel laborban felállított fémtartó oszlopok. A főigazgató kiemelte, a beruházásnak köszönhetően hatékonyabbá válhat a betegellátás, és a várólisták is lerövidülhetnek. Az építési munkálatok várhatóan szeptember végéig tartanak. Megszűnik az a bölcsődei támogatás, amit olyan családok vehettek igénybe, akik helyhiány miatt nem tudták elhelyezni gyermeküket állami bölcsődében, így csak magánintézményi ellátást vehettek igénybe, írja a Pénzcentrum. A pályázatot a kormány 2019-ben nyitotta meg az érintett családok számára, amelynek köszönhetően havi akár 40 ezer forintos anyagi segítséget kérhettek azok a kisgyermekes édesanyák, akik visszatérnének a munkaerőpiacra, és ez alatt gyermeküket nem önkormányzatok
kormányzati fenntartású intézményben helyeznék el. A 2019. februárjában meghirdetett családvédelmi akcióterv azt tűzte ki célul, hogy 2022-ig 70 ezerre emelkedjen a bölcsődei férőhelyek száma. A Pénzcentrum cikke szerint ebből 2022-ben 55.370-et sikerült megteremteni. Ez több, mint ahány jelentkező volt, ugyanis abban az évben 50.720 gyereket kívántak bölcsődébe adni. A kormány eddig évről évre meghosszabbította a pályázatot, ezúttal azonban nem írt ki újabb lehetőséget a szülők számára. Több mint 30 évet dolgozott az idegosztályon Bándi Szabolcsné Ilonka néni, aki július közepén töltötte be 90. életévét. A kerekéforduló alkalmából a városvezetés személyesen köszöntötte az idős hölgyet, aki emléklapot és ajándékcsomagot is kapott a születésnapjára. A köszöntésen stábunk is részt vett, Ilonka néni néhány izgalmas történetet is megosztott az életéből. Bándi Szabolcsné 1933-ban született Dávodon. Július 15-én töltötte be a 90. életévét, amelyhez Nyirati Klára, Baja megyei jogú város polgármestere személyesen gratulált az idős hölgynek. Ilona néni elmondta, lányával és a rokonságával kétszer is megünnepelték a jeles napot, ajándékba pedig két könyvet is kapott, aminek nagyon örül. Az ünnepelt hozzátette, nagy gyűjteménnyel rendelkezik, de nincs kedvenc írója, illetve műfaja, minden szívesen elolvas. Hobbi, nagyon szeretek, olvasok, tévét nézek, nem sok mindent csinálok most már. Már egy kicsit nehéz nekem, hogy rendbe tartsam a lakást, meg... Elmúlnak a napok, olyan hirtelen este lesz. Ilonka néni korábban 31 évig dolgozott az egészségügyben. Az idegosztályra képesítés nélkül vették fel, később szakképzett idegelme ápoló végzettséget szerzett. Elmondta, nagyon szerette a munkáját, egyes betegekre a mai napig sokat gondol, hiába teltek el azóta évtizedek. Fiatal korában a legjobb kikapcsolódást a tánc jelentette számára. Az idős hölgy elárulta, 1969-ben esküdtek második férjével, a lánya pedig 3 héttel később házasodott meg. Ilonka néni úgy nyilatkozott, úgy érzi, minden nehézség és fájdalom ellenére boldog életet élt. A korábbi években baleset érte a hölgyet, aminek következtében nehezen tudja elvégezni a mindennapi teendőit, de sokat segít neki szomszédasszonya. Stábunknak elárulta, nagyon örül annak, hogy gondolt rá a városvezetés. Engem igazán megfogott az, hogy azt mondta, hogy amikor nyugdíjba készült, akkor volt egy lány, egy süketnéma lány, akivel érzelmileg nagyon közel kerültek egymáshoz, és akkor, amikor ő elköszönt a betegektől, akkor ez a lány sírva fakadt. Tehát létezik ilyen kapcsolat ápolónő és beteg között, és ez nagyon megható volt, amikor ezt mondta, és hogy ennyi idő után is emlékszik rá, hiszen ő már elég idős ahhoz, hogy azok közé tartozzon, akik korán mentek nyugdíjba, tehát ő olyan 55-56 éves korában mehetett nyugdíjba, én azt gondolom, ami azt jelenti, hogy több mint 30 évvel ezelőtt történt ez az eset. A polgármester kiemelte, egyre több ember él egyedül, akiknek jól esik, hogy egy-egy találkozás alkalmával a fiatalkorukról, a munkájukról és az életükről mesélhetnek. Napjainkban pedig kiemelten fontos, hogy figyeljünk másokra, és becsüljük meg az idősebb embertársainkat is. Tette hozzá. Szeptember 11-éig ingyenesen elérhető a HPV, vagyis a humán papillomavírus elleni védőoltás, emelte ki Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi osztályvezetője. Hozzátette, a fertőzés minden embert érinthet, férfiak és nők is elkaphatják életük során legalább egyszer. Bár a szervezet általában képes leküzdeni a vírust, védettség az oltás nélkül nem alakul ki. Leggyakrabban a méhnyakrák diagnózisa köthető a fertőzéshez, azonban minden évben 4-500 nő és ugyanennyi férfi hal meg olyan daganatban, amelynek kialakulásáért a vírus a felelős.
A szülők a kiírt határidőig írásban kérvényezhetik gyermeküknek az oltóanyagot. A vakcinát az iskolaorvos adja be, a teljes védettséghez két oltásra van szükség, legalább fél, legfeljebb egy év különbséggel. Az első oltás idején 15. életévüket betöltött tanulók 3 injekciót kapnak. Beindult az élet a Sugovica Vízilabda Sportegyesület házatáján is. Míg az utánpótlás csapatok az elmúlt héten Szarvason kezdték meg a felkészülést, addig a legkisebbek számára előkészítő tábort tartanak a szakvezetők. Közel 2 hónap szünet után megkezdődött a felkészülés a Sugovica Vízilabda Sportegyesület sportolói számára a 2023-24-es évadra. A legkisebbek számára az elmúlt héten vízilabda előkészítő úszótanfolyamot hirdettek Vértesi Zsuzsanna vezetésével, ahol játékos formában ismerkedhettek meg a gyerekek a sportággal. Nagyjából egy 18 fiatal vett részt, ő közülük 15 elsőként találkozott a vízilabdával. A program igazából heti 5 alkalommal 1-1 óra volt naponta, és ennek az órának a tartalma úgy nézett ki, hogy 35 perc úszás, és a maradék rész pedig egy kis vízilabdázás, ahogy a kamera a hátam mögött is tudja rögzíteni, tehát ilyen játékos módon ismerkedtek meg a fiatalok a vízilabda, mondom, örömtelibb részével. A héten már Beleon Zsolt vezetőedző irányításával készülnek a gyerekek is. Ikotit Zalán 1 éve jár vízilabda edzésekre, de így is lelkesen ugrik medencébe az előkészítő edzések alkalmával. Futottunk, úsztunk meg. Mit most fogunk csinálni? És most mit fogtok itt csinálni? Meccsezni fogunk, ez ilyen baby meccs lesz. Az utánpótlás csapatok a hagyományos szarvasi edzőtáborral nyitották meg az új szezont. A fiatalok napi 3 edzéssel hangolódtak a bajnoki rajtra a szarvasi úszodában. A csapat oszlopos tagját, Ágoston Márkot az ott töltött napokról kérdeztük. Nagyon kemény volt így 2 hónap után újra visszarázódni a medencében, meg kellett szokni, sokat úsztunk, sokat lábaztunk, a labda is előkerült egy-kétszer, de alapjáraton úgy érzem, hogy sokan voltunk, és szerintem visszuszottunk a medencébe. Hozzátette, hogy az új szezonra jó teljesítményt tűzték ki célul, de ott lebeg a szemük előtt az éremszerzés is a 2 hét múlva rajtoló bajnokságban. A főbb hírek következnek egy-egy mondatban. A haza minden előtt. A 2024-2025-ös tanévtől a Berecki is részt vesz a Kadét programban. A hatékony betegellátás érdekében. Mintegy 300 millió forintból korszerűsödhet a Bajai Szent Rókus Kórház diagnosztikai részlege. Pólósaink a medencében. Megkezdődött a felkészülés az SVSE csapatainál. Kedves nézőink, csütörtökön ezek voltak a Bajai Televízió friss hírei. Egy újabb híradóval holnap este 6 órakor Füzesi Nóra várja majd Önöket. Én a műsort készítő kollégák nevében is megköszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Pénteken döntően napos, fátyol felhős csapadékmentes időre számíthatunk, de délután a nyugati, északnyugati és északi határ mentén gomoly felhőképződés várható, és megélénkülhet a déli szél is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 32 és 36 fok között valószínű.